Én megmondom, még jössz, addig egy kicsit molyóltam itt a rendszert. Raktam le faültetőt, vízgyűjtő tartályt, vagy faültetőt, nem faültetőt, tehát planterboxot. Aha. Ültettem izét. Mi az? Hirtelen akartam mondani. Nem retek. Retek. Beat, nem? De bítet, Ez igen. cukorrépa. Na, raktam cukorrépet, mert kell cukor. Tudom. Hogy tudjak csinálni ezt a szenitis Szenit, igen. Így cukorkát. van, így van. Mondani akartam, hogy amúgy időközben ezt én is megtudtam. Na mennyi fát szedett össze a kis köcsög? 554. Most nézd csak, majdnem egy fél ezeret nekem nem kell összeszedni. Ez ennyiből nagyon jó ez a beaver. Nekem van egy, aki ironokot szed, Így a van. másik meg szemetet. Na, nekem a szemetes nincs. Azon gondolkodtam, hogy ez nekem is kellene. Adtam egy, vagy nem olyat adtam? A paperdolt adtam neked, azt hiszem. Paperdoll, szemetet szed. Lost man. Ó. Haha. Na várjál csak, akkor most rakjuk le. Ja, azt mondja, a szemetet, igen. Igen, most már látom, csak én ezt meg se néztem úgy komolyabban. Mert engem a Beaver érdekelt jobban. És mert ez a rengeteg favágás, ez kikészít. Hát én is ott vagyok lassan, hogy Nincs üvegem, kifele. nincs üvege. Üveget Gyere honnan? adok, gyere adok. Tudsz égetni egyébként, de gyere adok. Jövök! És gyere föl és vedd ki a ládából, hogy egész pontos legyek, jó? Sok van benne. Ha-ha. Itt az emeleten van fönn a ládába. Meghekkeltem. Azt hiszem az elsőbe. Meghekkeltem a lépcsődet. Be lehet ugrani Nagyon amúgy jó. az erkélyről. Melyik erkélyről? Az erkélyről, az első. Ott, ahol a növényeid vannak. Ejtettem, hogy onnan be lehet majd ugrani, de... Baj. Azt sem tudom amúgy, mit keresek. Ez. Üveget. Glass. Majd Ups! mindjárt meghekkelem a rendszert, ha engedi, és akkor nem fogsz tudni beugrani. Na, vagy 25-öt elveszek. Nyugodtan vigyél többet is, hát égetek ki, ha Na, még kell. csinálok majd én is. Ezek az Itt elektronika. annyi volt, hogy ahogy itt volt a kerítés, arra itt már nem tudok felugrani amúgy, de itt a sarkon el tudtam kapni a kerítés szélét, és fel tudtam mászni. Az más föl ezen. Na várj, kihívás elfogadva. Tessék. Megérte? Akkor még hekkeljük. Itt a sarkon, És így. így már esélytelen. A sarkon, hogy a házad alatt van egy ilyen kicsit, kicsi, hát ilyen ferde valami. Ferde a föld, itt a sarkon elég könnyen fel lehet mászni. Most már nem? Na várjál, tesztelem a védelmi rendszeredet. Jó, ha így körbe rakod, akkor már nem fogok tudni bemászni. Rajta vagyok. Most már majd mászok máshonnan. Úgyis megtalálom a gyenge pontjaidat. Azért ki kellett rakjam ezeket a plentereket, meg kell nekik napfény, majd a bentre leraktam őket, Van de... elvileg olyan világítás, amit használhatsz növény növesztésre, bár én még nem találtam meg, mert van egy ilyen fénycsövem, és az sem ad nekik elég fényt. De Hát akkor én... ez nem írta, hogy nem jó növényre. Ott van, ha bemész a memetikbe, hogy ott van, hogy planting, composite bin, planter box, fertilizer, és ott van a grow lights. Egy alatta még. Jobb szélről mész végig, és Fertilizer, négyes. grow lights, tényleg. És 7 cipher kell hozzá, nekem meg csak 60. Meg amúgy ez rohadt drága.
2000 Energy Link. Mondjuk elvileg most hallottam egy olyat, hogy a sógyártással tudsz nagyon sok Energy Linket szerezni. Sógyártással. Kimész a térképen, itt mellettünk van a lent, mi ez? Overlook Town. Itt van ez a kis sziget, és akkor mellette ott a víz. Oda mentem le sós vizért, de amúgy bárhová kimehetsz, ahol a pályaszéle van. Tenger van. Aha. Szedsz egy csomó sós vizet, de ezt úgy mondta a srác, hogy akár így ott is hagyhatod. Tehát hadd csinálja. Uh-huh. És akkor lesz egy elég nagy mennyiségű sód, és akkor azt a grilleden ki tudod sóvá, a sós vizet sóvá alakítani, és akkor utána a sóbb, tehát azért kapsz XP-t, meg mit tudom én milyen XP-t, tehát két különböző fajta XP-t, és akkor uh-huh. utána a sót pedig be tudod vinni a zárusokhoz, a marketra, és el tudod nekik uh-huh. adni. És azt hiszem, a vendoronként 2500-at adnak Energy Linkba. Tehát az egy elég nagy bevételi forrás tud lenni. Az igen. Uh-huh. De akkor ha már vadászok menet közben egy kis húsit, akkor tudok csinálni steak kombót, ami uh-huh. egy... kék színű, az melyik a rér? Igen, a rériten. Rériten meg tudok belőle csinálni, akkor gondolom azért is adnak keveset tippre. Én nem tudom. Nem néztem még őket. Én ezt is mondom, csak így hallottam, tehát, hogy nézegettem azért egy pár videót. Nézegettem azért egy pár videót, hogy mondom azért úgy nagyjából tisztában legyek már azzal, amit csinálok. Na nézd csak amúgy, ha nyomsz egy M betűt, itt fölöttünk van egy ilyen... Mitől van ennyi? Nem igen. Ott fölöttünk, balra fölöttünk, ahol van a Monolith of Greed. Monolith of Greed. Fele. Igen. És ott világít. Ez a Winning Rage Frontier. Go and start the Prime War. Nekem nem. Neked nincs ott. Uh-uh. És ha bejelölöm, oda tettem egy jelölőt az fölött. Várja még a jelölődött családom most, úgyhogy újra nyitom a térképet. Nem látom a jelölődött, nem vagyunk egy csapatban, hé. Basszus. Hol vagy? Oda. Right to team. Na. Akkor most lerakom a jelölőmet. Ott, az fölött pont. Hát vakuljak meg, öcsém. Egy hatalmas nagy valami, úgyhogy ha nem látod, akkor neked valószínűleg valami nincs ott. Nekem nincs ott. Szerintem nem vagyok 20-es szintű. Ah, lehet. Igen, mert én hát azzal, hogy így izi elszórakozgattam, így nem nagyon haladtam szintben, tehát egy szintet léptem nagyjából. Akkor mit szólsz, ha megyünk a fülküldire? Azt akartam pont javasolni, hogy menjünk tovább. Ott van egy távőr, egy teleport távőr, arra rábírunk ugrani. Mellette nem messze. Ami pont mellette van, de nekem az nincs kinyitva. Az nekem sincs, attól jobbra, kicsit föl. A Highbanks-től kicsit lejjebb? Vagy ott várja, mi van mellette? A Reach Camp. Igen, igen, igen. Jó, oda mehetünk. Akkor ottani. Jó. Amúgy szenitigámat, ha gondolod, tudok adni egy pár darabot. Csináltam 11-et, van most nekem is. Köszönöm szépen. Nekem van 8, amit csak intről kell használni. 5-öt gyártottam, meg van még 2, amit kaptam valahonnan máshonnan, és 5 foglalja a helyet, úgymond. Tudom, hogy jó mi az. Jó az, ha van, mert nagyobb területeken, tudod, múltkor mondtam, hogy egy 32-es srácot bandáztam. Uh-huh. És igazából semmit nem csinálsz, és megy fölfele a szenitid. Aha, aha. Úgyhogy azt gyűjtögessed.
Ugye, mert először a teleportot oldjuk már fel. Az ott... Nekem valami elszódott az előre gombommal. Na. Motoron, ha előre nyomom, akkor csak fékezek. Ezt megoldom egy pillanat. Jaj, hülye gyerek. A internet népe egyből mondta, hogy miért vagyok hülye. Na. Nincs benne benzin. Oh, van benzine? Van. Jó, csak... Tehát nekem logikusan elindul, rötyög a motor, akkor az megy. Amúgy igen. De nem. Egyébként nem akarlak elszomorítani, mondod, ezt a teleportálvert oldjuk igen? föl. De az bent lesz a területen, mi? Egyrészt, másrészt ott az a Gaia Cliff Monolith Danger Zone-t, azt meg kell csinálni hozzá. Tehát akkor, ha már ott vagyunk, azt is meg kéne csinálni. Meg hát. Jó. Megbeszéltük, akkor először azt, és utána fölküldi. Leugrottál? Lejöttem, aha. Jó van, gyere. Nincs gond, félig törtöm össze csak a motoromat. Ja, nekem egy harmad HP-n van, és nem tudom, hogy mitől. Magunkat ismerve? Nem tudom. Miről beszélsz? Á, én semmiről. Ez mi? Ez copper? Ez nem copper. Ez tin. Úgy van, törjem még a motor tovább. Amúgy feltűnően jól vezethető a motor benne. Amúgy igen, pláne ha már egy kicsit raksz a izére, ha van benne fejlesztés és a handling is ugyan növekszik. Aztok skacok. Hullon van amúgy az a szint. Hülye gyerek, verd már elő. Múltkor felhúztam teljesen a motort, amúgy... Teljesen. Lemerült a fejhallgatom. Nem bírja ezt az egész napos kiképzést. Na. Jó, itt vagyok újra. Köszönöm. Hogy érted, hogy teljesen? Én még nem is bírtam kifejleszteni az összes fejlesztését. Én nem tudom, hogy hogy csináltam, csak néztem, hogy most már tudom fejleszteni az összeset. De várjál már, most neked már megvan. A kettes. A modification 2? Igen, mindenből a kettes. Ja, az jó. Az nekem is. Na, azért. Mert most nem nagyon tudtál ott hagyni úgy, mint a múltkor. Na, azt nézte. Ó, na most már engedi a négyes szintbe a cuccokat, mert tudok médium korást csinálni. Így van. Most már majd mehetünk autót matatni. Hát autót már eddig is tudtam volna csinálni. Csak nem volt hozzá cuccunk. De nekem már van. No, hát mert te ilyen vagy. Hát mert hívtalak, hogy gyere, azt majd egy fél óra, azt másfél óra múlva megérték. Rasolsz. Hát azt mondtátok 6-7. Amúgy igen, muszáj tolnunk. Oda fent volt valami? Csak szekrénybe egy kis loot, ilyen minimál loot. Na, akkor futi tovább. Akartam volna, hogy szerintem nem motorozzunk, mert itt
Vannak bátyák, annak adok egy hedit. Le is feküdt. Ah, hát nekem három lövés, de amúgy nem zavar. Csak a fejesse egy lövés amúgy nekem is. Megcsináltam múltkor az SMG-t. Tök jó, tényleg fasz a darál, mindent csinál, de meghűlök attól, hogy állandóan tárazni kell az SMG-t. Te rajtad úgy, milyen ruha van? A Raider. Aftolható. Aha. Nekem amúgy per pillanat valami fehér cuccban vagy. Az jó. Hűha. Hacus itt izé van. Jönnek a testvérek. Akik? A tesókák. Nincsen már itt semmi probléma. Én aztán röhögök, hogy amúgy ott a kis pisztolyom megvan, én ezzel szaladgálok. Jó, egyszer fejlesztettem egy második szintűt, de amúgy annyi. Én olyan jól el vagyok vele. Gyors is. Azt én akartam. Sik. Lopótök. Nem, most már tiéd. Én ott hagytam. Véletlen vettem fel amúgy. Azt ott miért nem tudom meglőni? Ezért szoktad csinálni, mikor fejlesztesz egy fegyő, itt egy storage. A kalibrációt rá szoktad nyomni? Igen. Akkor jó. Nekem is fel van durrantva 4-esre. Igen, hát amennyit enged, olyankor fel szoktam rakni. Picivel erősebb a fegyver. Amúgy annyira sokat nem ad hozzá, tehát nem biztos, hogy van értelme elpocsékolni rá a nyersanyagot, de... Egyébként ezt most cáfolnám, mert például nekem a mesterlövésszel mindenki két lövés volt fejre. Úgyhogy mindig egy ilyen meg kéne pöckölni, kisúlya és meghalt volna. Aha, aha. És így pont elég, hogy nem kell, már rálőjek még egyet. Jó, ez az LMG meg ugyanaz, mint igazából F-76-ba. Mm-hmm. Darál, csak ugye mikor tárazni kell, azt bele kell kalkulálni, hogy az idő. Aha, aha. Amúgy elvileg a hátadon van az a kis kör. Igen, most nekem az 64. Nem, a jobb felső sarkában a kis kör. Ami most elvileg üres. De tudod, egyre erősebben villog. Várjál, nem tudom, miről beszélsz. A hátadon lévő táskának a jobb felső sarkában, tudod, amit kérdeztem a múltkor, ja, hogy mi igen, az a igen. Nagyon villogos. Na, az elvileg azt mutatja, hogy a Mystical Crate-hez milyen közel vagy. Uh-huh. Hát, az elment. És arra rájöttél már, hogy a táskádon az a számláló az? Igen, mi? Az meg a Stardustnak a... mi az? Koncentrációját mutatja. Minél több, annál több Stardust van a levegőben. Stardust? Aha. Elvileg ez a... Ami miatt ezek a szörnyek vannak. Ja, meg a Sanity, ja tényleg, ja, és a Sanity meg megy főtől. Igen. Úgy, mert ha megnézed, most már neked is van rendesen.
Van. Ezért mondtam, hogy mert múltkor, amikor sráccal rohangáltunk, akkor folyamatosan 88-on ki volt akadva. Aha. Akkor piros és 88. És úgy ment fölfel a szemétem, mintha kötött. Úristen, mi van itt? Tessék, srácok, ajándék. Van még egy fajta gránátum. Na figyelj, ha jól célzok a pisztolyjal, akkor két lövés. Ennyi. Csak ahhoz először is el kell találnom, ami nekem nagyon ritkán megy. Itt egy két. Én kukázok még. Ratatatatata. Esélytelen. Hát azt hiszem ez Gaia Cliff Monolith. Igen. Azt mondja, hogy Gaia Cliff Monolith once human. Jó. És akkor ez weapon. Nézd, hogy nem bírok írni. Weapon. Create. Na. Nyomkodjuk azt a Sanity gamot. Azonnal visszaugrott a Sanity-m. Mit nyomkodsz? A Sanity gamot elnyomtam, és azonnal visszament ugyanannyira a Sanity-m. Aha. Mi van a Sanity gamod? Hát az a tabletta. Ja, gám. Igen. Bocs, gami. Igen. Gyere, Lacus, kinyitom ezt a cuccost. Ma tudom. De ügyes vagy. Nem menj a közelébe most. Molotov. Ő kellett gyújtani a fát. Na, és akkor itt már kell tovább menjünk. Ott a bejárónál. Ott van az a... Aha. Itt jobbra, mi? Aha. És akkor itt már csak az Ankor van, meg a Mystical Crate. Így van. Ó, itt van valami cucc. Hát ez monitor. Vannak a tetején semmi, mehetünk tovább. Ha itt lesz az Ankor, majd fölfel, és ott még tovább a tower. Mhm. Várjál, még volt az elit. Nekem egyik sem tűnt olyan nagyon elitnek. Nekem se tűnt egyik olyan hüderősnek, mert általában az elittel szoktam szórakozni egy darabig. Igen, hát csak most szerintem annyira daráltunk mindenkit, hogy... Leszaladt a pofonba. Igen. Megrázta a pofonfát. Kapta halt. Na, itt most kiírta nekem, hogy a Stardust koncentráció növekszik valami miatt, azt nem láttam, hogy mi miatt.
Én sem tudom, de... Great Ones Presents. Ah, majd észreveszem én, hogyha kell. Szoktam, okay. Szoktam, hidd el. Ah, pont ugyanazt széleztük, és te voltál a gyorsabb. Na persze, gugoljál le. Ez így pont jó, hogy te rálősz egyet, mert akkor már mindegy, hol lőme. Igen. Elég gyorsan. Hű, az a kerítés. Milyen kerítés, Lakos? Hát itt fent, ott vannak fent amúgy. Már mindjárt megyek. Csak pont előttem a kerítésrácsot. Igen. Uh-huh. A legjobb az, azt imádom, mikor becélzom a csipával, hogy akkor most kenem, és lövődözöm a izét. A korlátot mondjuk. Aha. Na, vagytok még? Oda az épületen mindenki kapta. Megvan a season goal. Aha, szerintem megvannak, hogy mik voltak a heavy-k. Heavy? Elite. Az a neve, hogy heli. Az igen, 902-t töltem rá a fejre. Az... Na végre. Az új volt. És amúgy tudtad, amúgy ez tök jó meg van csinálva. Igen. Azt tetszik benne nagyon, hogy így most ugye teambe vagyunk. Igen. Ha én csak állok egy helyben, te meg gyilkolászol, én akkor is túrja mindent nekem az arcba. Komoly. Uh-huh. Kapom ugyanúgy az XP-t. Jó, hát mondjuk az MMORPG-knél az szokott lenni, hogy egymást úgy szoktuk húzni, hogy beviszik a kicsit a nagy területre, és akkor ott kapja a normál XP-t. Na vágom, kurva sokáig MMORPG-ztem, de általában az úgy volt, hogy közel kellett lenni, meg ott kellett, hogy legyen, de itt igazából azt veszem észre, hogy akárhol van a másik, ott kapja. Akkor is kapja, aha. Az mondjuk nem rossz. Na, ez is ki van takarítva. Már ja, és akkor már csak az ankort kell. Hát még a nagy épület, meg a Mystical Credit, az másik épületben még nem voltunk, lacos. Nem. És az magas, úgyhogy valószínű ott lesz a krét. Hát van itt valami, még, de ez csak egy sima storage. De nem, egy gear create van itt. Van még egy storage. Mili amplifier. Woohoo! Igen, én is így jöttem át, nyugi. És akkor annyi, mert nem lehet bemenni. Úgyhogy jó, csak nekem tériszonyom van. Nekem alapból téri, én alapból tériszonyos vagyok. És ez a játékban is ki? Mindenhol. Tényleg? Aha. Ahol a mélységet tudom valamilyen szinten érzékelni. Egyszer voltam VR-ozni haveromnál. Uh-huh. Hülye gyerek, mit próbál ki? Pókember. Az jó. Az kell. Fel kellett egy épület tetejére, vagy egy ilyen torony, mi az? Toronydarúnak a tetejére hálóznom, és elkezdett alattam mozogni. Leültem a padlóra, mert egyszerűen annyira át tudta verni az agyamat, hogy mozog alattam, hogy tényleg azt hitte az agyam, hogy mozog. Megtaláltam Mystical Created, Lacus. Ott vagy fent, jó, megyek. De nem itt van. Akkor nem megyek. A másik épületben van, ahol eljöttünk.
Komoly. Tényleg látom ott világít. És nekem meg nem kapcsolt be a kis madaram, úgyhogy leestem és eltört a lábam. Helyes. Össz. De oda, hogy megyünk? Fel. Mit tudom én, hát majd megoldjuk. Gyanítom, hogy nem. Ja, itt egy ajta, ez nem. Akkor nem, innen bent, nem. Tehát valahol kint kell felmennünk. Azért is nem vettük észre, hogy a tetejére fel lehet mászni. Innen se? Na jó, állj meg. Ezek nem ilyen, nem lőnek ki? Léci? Léci? Akkor nem. Na de várj, mert nincsenek közelben olyan magas épület, amiről mondjuk át tudnánk oda ugrani. Acus. Na? Őkkel menjünk oda. Igen. Oda föl és onnan átugrani. Onnan? Itt fölöttünk, itt a fejünk fölött a szikra oldalról át kell majd elnyőzni. Hogy mehetünk is tovább. Várj, ez nincsen olyan magas? Nincs. Már néztem. Várj, mert én azt nem mondtad, hogy itt van egy medical. Ja, van ott egy medical. Kösz. Biztos, hogy nem tudok itt akkor átugrani a kerítésről, vagy valamiről. Szerintem nem, mert egy magasságban van. Amúgy azt tudtad, hogy így lehet jelölni? Hogy valamelyik gombot tudom nyomni kell. Görgő közepsével, úgyhogy belőttem ott egy krétet, mintha érte. Krét vagy krét? Krét, Éva. Aha. És meddig maradott a pöttyöm? Egy jó darabig. De attól függetlenül rakhatsz másikat. Ezt tudom, csak... tehát, hogy így ne zavarjon senkit az, hogy ott a pötty lerakva. Jó, oké, így már látom, hogy fogunk oda feljutni. Jól van. Itt a tóver aktivált be te is. Jövök. És akkor innen gyönyörűséges módon. De ha hosszan nyomod a görgőt, akkor kiad egyéb ezé dolgokat. Uh-huh. Watch out! Ott a széle. Amúgy láttam olyan videót, és ez nem tudom, hogy van, hogy ezek úgymond így élnek, tehát előtte ki kell lőnöd a krétet, és utána lehet belőle kiszedni a lootot. Lehet, ha nagyon magas a izé a... amit mondta az előbb, mi a Stardust? Igen. Akkor életre kell. Mert lehet. Mert most nem volt. Felesti. Nem. Várjál már, hol az ankor? Mert hogy ez amarra van még elvileg. Igen, az még itt tőlünk lesz majd... fölfele. Fölfelé. Igen. Pirosban van már motorom, azt ilyen szelep hangja van. Aha.
Hűha. Itt besötétedett a képernyő. Az elvileg akkor szokott lenni, nagyon sokszor, hogyha a Stardust túl intenzív. Jó, akkor kérdem én, hogy két ankort aktiválni, mert benne van a sziklába. Várjál, jövök. És Stardustos sziklák vannak itt jobbra-balra. Hű, anyám, az tényleg durva. Ez nem lehet, hogy bent lesz. Ó, basszus. És csak a fényei jön ide ki? De tudod, hol van? Ahol eljöttünk jobbra, kérdeztem, hogy merre tovább. Igen? Lent. Na, ott le kellett volna menjünk a lépcsőn. Ja, nem jó fele vagyok. Rád bízom magam. Csak minél kevesebbet akarok futkosni, úgyhogy inkább oda akarok üzéni. Na, most jelent meg amúgy a ruhád. Na, ezek már megint itt vannak. Itt kellene leugranunk? Na, igen. Most nem lövöldözök ki senkit. Hajt, muszáj lesz. Jó, és hol a lépcső, amit mondasz? Mindjárt, pillanat. Igen, itt kijött. Dik. Ott nem tudok kiugrani. Pedig mennék. Én vagyok itt. Itt van. Á. Most ez aktiválódott nekem? Aktiválódott a francot. És akkor most mehetünk megint visszafele. Uh-huh. Akkor most már bebírunk menni a főküldire. Így van, mert ez kész is van. Dobbantok egy szenit és cuccost. Felesleges,
Szerintem olyan magasan van, hogy egyből visszajön neked is. Tényleg. Be akartam magam oltani. Aztok, skacok. De legalább nem kell hátulról bemenni, mert most így bebírunk menni előről. Bár amúgy az előző marker az úgy vitt volna, hogy körbe hátulról menjünk be ebbe a cuccba. Igen. Van arra valami? Nem nagyon látok semmi olyat. Azért körbe rohanok. Egy úgy. De... Még loot sincs. Még a játékfejlesztők szeretik ilyen helyekre eldugdosni a lootot. Úgy se jön arra senki. Ah, ez meg izé lesz, dungeon. Az igen. Igen, mindig egy dungeonnel zárjuk a területnek a végét. Új, itt azért van mit lootolni. Az jó. Gear create is van. Rohanok. Ott a gear create. Ah, tegnap zsigával. Itt a falon. Igen. Mi a francot játszottunk? Daisy-ztünk. Az Arma 2-es Daisy. És már most, ha egy picit homályosodik a kép vagy valami, akkor rosszul vagyok, mert tegnap én majdnem meghaltam. Elkaptam valami fertőzést, úgy jártunk körbe, nem tudom, vagy 10 kórházat. Vagyis hát ugyanezt a kórházat jártuk körbe, csak tehát tudod, mindig megvártuk, míg a loot visszajön. Mert hát a karakterem az már vért köhögött. Az se rossz. Olyan szinten fertőzött voltam. És úgy kellett antibiotikumot vadászni. Aztán, hát most így, hogyha valahol egy kicsit is így homályosodik a kép, akkor egyből, úristen, mi a baj a karakteremnek. Az közben meg semmi. Semmi. Csak, hát ezt, ez a baj akkor, hogyha egyszerre játszol 500 játékot. Ott van még valami? Igen, itt a storage create. Ott van, ott van. Nyomkodd a Q betűt, nem szoktad? Nem. Én folyamatosan. Itt egy medkit. Nem tudom miért. Régen a Dying Light-ban úgy ment. Aztán utána elkezdtünk, a follow-t nevelte ki belőlem amúgy. Hát kit? Hol? Pepingeltem, ott van. Ó, van na, jó, van na, higgadj el. Na, mehetünk. De csúnya vagy. Akkor ezek szerint... Ó, Istenem. Na. Hogy a he? Én oda nem megyek, megnézem. Az ott egy ugribugri, és szerintem csak arra lehet menni. Ja.
Dob egy bő, gyere. Valakkor ezek szerint a Molotov koktél gyártást is, és Molotov koktél raktározást is kell csinálni. Édes Isten, az előzőnek is volt ilyen videója? Volt. Igen. Mit kapunk olyan? Csúnya hangja van. Hát egy Szűz Máriát látok itt. Biztos, hogy nem azt fog megtámadni. Ez csúnya bácsi. Igen, és valószínűleg a mellkasán ezt a valamit kell lőni. Nyugtasson a tudat, hogy nem szólóba kell lenyomni. Így van. Nem egyedül halok meg. Ez így van. Ez úgy néz ki, mint ott egy csaj a hátába, láttad? Aha! Tehát úgy néz ki, mint a tűzgyűrűből a kádzsú. Ezt nem tudom még. A film, a tűzgyűrű, mikor vannak a nagy robotok? Ezt egy olyannak mondod, akivel hetente újra nézhetheted a filmet, mert elfelejti. Ott van egy csáp jobbra fönt, balra fönt. Jobbra. Az a baj, hogy valószínű, ha megmozdulunk, akkor... Nem. Valamit felénk dobott. Lacus? Ha? Én lőm azt a szart, teszed le az izéit, légy szíves, amiket dobál felénk, meg ezeket a repkedőket, balra. Balra. Jó, egy megvan. Ott a másik jobbra. Dobok egy sanity-t. Meg meggyógyítom magam. Megiszok egyet. Ezt így harc közben ez szükséges, úgy gondolom. Igen, igen, igen. Ahogy az asszony... Ahogy az asszony mondaná, prioritás. Vannak prioritások, így van. Így van. Prioritások, prioritások. Nem azok már annyira, hát nem bírom fel, nem bírom előni a száját. De azt hiszem ezt most így jól csináljuk, hogy nem megyünk még le a nagy Wookiehoz. Szerintem én is. Há, 120 másodpercünk van megtámadni. Nagyon jó, akkor dobok rá egy kis C4-et. Háromszázakat sebzek rajta. Húha, de itt vannak segítői is. Hogy az édesanyádat azt? Hova lősz? A fénylő cuccra. Hűha. Mindjárt segítek. HP gyorsan. Hát, az így nagyon vicces lesz. Húsz másodpercünk van, hé! Tudom, utána immun is lesz, és akkor megint be kell csapkodni valamiket. Ja.
Úgy, mint az előző boss nagyjában. Igen. Látod már innen is. Aha. Visszajöttek a genyók oldalra. Egyet letoltam. Megyek ledurrantom a másikat. Tetszik a zene. Ja. Én csak abban reménykedem, hogy nem copyrightos. Nem hiszem. Oké, megint mehet 120-ig. Az a baj, hogy nem sok lőszerem marad, így hogyha nem találok biztonságosan. El se érem. Mindjárt meghalsz, lacos. Dehogy? Messze vagyok én még attól. Most már igen? És eltöröm a lábam. Nagyon ügyes vagyok. Egy helyen kéne lennünk, mert a mesterlövésze 1001-eket túrantok az arcára. Csak ezek a pihéket, amiket rám dob, ez fáj. És hogy azt ki kéne lőnöd. Ah, jó van, még egy kör. Ujjaj, mi ez? Az baj, engem lenyomtak, bázd meg. Várjál, van, persze. Akkor jó. Jó, ezt most nem figyeltem, hogy... Küld rá a lepkédet, vagy nem tudom, mi van berakva. Tényleg. Autóattakra. He, így minden egyszerre azért sok hely. Döglődjél meg! Kell valami normális a fegyver! Ez a tiéd, ez az enyém. Ez az. Na, ezt is megcsináltuk, mehetünk a következő pályára. Végre ott már vasazhatunk is. Megint te voltál Final Blue.
Jó, de te meg most már nősz a damage-ben, és csak azért eddig mindig ilyen 55 körül voltál, most már 61. Bár több itemet használtál, mint én. Több itemet, ilyen kétszer annyit. Igen, mert szurkáltam magamba a healt, mert ráfutottam elsőnek. Én azért maradtam a hegytetőn. Mondom, hogy meglátjuk, hogy még technika válik be, hogyha rámész, vagy hogyha hátulról lövöm. Csak az a baj, hogy azért jöttem le már a végén, mert rohadt lassan haladt a lövés. Riportálni kell a bátyának. Ott nincs teleportunk. Asszú. Yeah. Amúgy én tudok egy helyet, ahol van iron, nem is kevés. És nincs is messze a bázisunktól, csak szóval. Tudom, fent van a... Voltam. Csak nem emlékszem, hogy pontosan hol. Stillem már van, csak most már azért kell menni a következő részre, mert kell a nagyobb loot. Már hogy kerültél a mapnak annak a részére? Én bementem abba a gépbe, ott szembe, ott volt, arra kellett mennem. Szóval a Mitsuko abban van benne. Aha, most a bázisunk mellett vagy éppen Mitsuko volt beszélget. Durva. Én nem beszélgetek, én itt loadingolom a modellt. Á, megvan, látom. Tényleg, itt a szokásos... Na, álljál meg. Ja! Mitsuko, na, legközelebb léci hamarabb már, jó? Tehát, hogy... Na. Makarja. Nem jelent meg. Ez, hogy nem jelent meg, adj neki egy könyököst. Vagy mivel fehér a fal, meg fehér a csajnak a ruhája, valószínű elszaladtam mellette, tehát tőlem kitelik. Értem. Most a journey-be kaptam megint, bejöttem ugye összeszedni. Aha. A cuccokat. Van az a építhető között az a sárga cucc, az a Stardust Resonant Filter. Igen. Azt ugye, ha lerakod, akkor jönnek rá a Stardustos mobok. Azokat tudod gyilkolni. Aha. És akkor ott onnan tudsz szerezni ezt a... Ezt a kontrollrudat, amit most is elhasznált együtt, hogy a maximum vizét kap meg. Aha, az aktivátor, vagy nem. Igen, akkor aktivátor. Tudom, miről beszélünk. Uh-huh. És akkor ezt a Stardust izét, Resonant Filtert még lehet tuningolni ezzel a Eclipse Cortex-et, ha belerakod, akkor elvileg több cuccot kapsz, vagy jobb minőségűt, nem teljesen bírom értelmezni most. Majd mindjárt megértelmezem én. A Journey-be, a Stardust Harvest-be van. Journey? Build a Stardust Resonant Filter. Igen? Jaj, de várj, mert ezt tudom. Ezt úgy kell megcsinálnunk majd, és az a baj, hogy én láttam valami olyasmit, hogy ezt a srác lerakta, felvett valamit és beletette, igen, de mindenki tudta támadni. Uh-huh. A játékosok is. Értem. És mentek rá, mint a hülye. Na most ez a kérdés, hogy ez tényleg így van-e? Nem véletlen mutatja a képen, és hogy ott lerakott mellé tureteket, meg minden szart. Igen. Tehát el kell kezdeni olyan bázist építeni, ahol védelmenk is van. Na jó, nekem úgy van kialakítva a teteje a bázisnak, hogy ez alkalmas erre. Uh-huh. Na, várj egy kicsit. Várok. Merre megyünk most még? Hát most meg megy a küldi. Csak ott nincs teleportunk, vagy nekem. Ja, hogy ki kellene ugrani a... Figyelj, ott alatta van egy teleport. Hallod, de itt, ha kimegyünk az épületen kívülre, itt van egy teleportunk.
És a Myers Market, ja, az neked nincs meg? Aha. Hát akkor mert az a Myers Market, hogyha fel van oldva, ott is van egy teleportáló tower, és abba be tudsz ugrani. Na, nekem az nincs. Neked megvan? Megvan, mert én a Maci az ott van alatta. Vagy mi a picsa? Mi az? Code. Ja, menj, de... menj oda nyugodtan, van egy másik teleportálvőr, ha jól látom. Az ott nem messze tőle, gondolom, az, ami ott lejjebb van, délre egy kicsit. Arra gondolsz? Na jó, elvileg. Ilyen dél-kelet, vagy délnyugat. Azt írjuk, túl közel vagyok hozzá. Ne, te, várjál, nem, várjál, hogy kell pinálni. Így. Jobb kat. Állj, nem így, nem ezt a pint akartam, hanem ezt. Te nem oda akarsz teleportálni az a mellett lévő túlverbe, vagy az sincs meg? Olyan menem, látom, hogy melyiket pinálni. Attól egy kicsit délre és nyugatra. Igen, ott a Sunbury Middle School fölött. Azt mondod. Igen. Na, az megvan, de nem teleportálhatok, meg közel van hozzá. Nem, nem vagy teleport közelében. Az azt jelenti. Ja, igen. Igen, innen ki kell mennünk, csak hát szokásosan el vagyok tévedve, mert nem tudom, hogy melyik irányba gyere, vagyok. Gyere, vezetnek. Gyere, gyere. Helyes. Fogni kell a bolond kezét. Gyere, babám, gyere. Vigyázzunk rá. És ja, akkor itt megint vannak köcsögök. Nem baj, de itt ki kell mennünk csak addig a teleportig, és onnan el tudsz már teleportálni. Jó, akkor. Az is kacok. Öcsém, azt körbe lőttem, hallod? Nem kell váltogatnod kézi fegyverre? A V betűvel tudsz ütni? Nem. Ha a fegyver van a kezedben, és lövődöző, és pontárazó, és még de ő már lő, akkor nyomsz egy V betűt, az lecsapja, mint vakaporat, és visszarakja a fegyvert. Régen használtam, de nem vagyok vele teljesen kibékülve. Na, akkor én elteleportáltam amoda, és akkor megyek amoda. Te meg teleportálj a Meyers Marketbe. Jó, én addig amúgy leszaladok ki, és megnézem, hogy ott van-e neked a hód. Rendben, köszi. Mert utána meg Meyers Marketen körbe kell szaladnod, és belül lesz egy teleport, azt kell majd feloldanod az épületen belül, és akkor onnantól kezdve a Meyers Marketbe is tudsz menni. Na, végre. Loading model. Ó, de lassan töltesz be néha. Ja, itt a busz. Valaki itt motorozik? Így sötétben elég nehéz tájékozódni. Biztam benne, hogy jó irányba szaladok. Sok. Evész in the details. Sok.
Realm of Nightmares. Egyre jobban hangzanak a küldetések. Igen. Ha megnyitod a térképet, de várjál. Megint eltartom a lábam. Itt van amúgy. Ha kijössz, térképen, amikor megnézed, itt a Meyers Market alatt van egy... Hát egy kicsit, igen, ott van egy ilyen kikötőszerűség, egy ilyen fordított F betű, meg ilyenek. Melyik oda hozzád? Jó, egy picit előrébb szaladok, és akkor úgy jobb lesz. Ja, látom, fönn van a kikötőn. Ott van a kikötőn, aha. És ezt összeszedheted többször is, tehát hogy több ilyened is lehet egyszerre. Jó papírtólba, amit adtam neked, van vagy 8, basz meg. Nem is tudom, mit csináljak annyival. Én se. Szádat, ad ide. Csak. Vágod, hogy csak így, ugye írja, hány százalék esélyed van befogni. Igen, nekem hál' Istennek elsőre sikerült. Harmadikra megvan. Ja, láttam, arrébb teleportált. Na. Menjünk haza először? Várj, én még nem adtam le a küldetést. Ja, basszus. Na, fontosabb volt, hogy neked meglegyen a Deviant. Most megint mehetünk már tovább a még újabb területre. Azt nagyon szeretném. Amúgy itt feloldottad a teleportot? Igen, megcsináltam. Jó, ja, oké. Okay. Jöhettem volna a másik irányból is, hülye gyerek. Ó, Istenem. Le, menjünk haza. Itt egy macska. Lacus, deviáns macska. Az kell. Gyere, gyere. Várjál. Még beszélgetek a Joyce-val. Oké. Várjál, hol vagy? Itt megálltam. Mit volt arra a szikla fölött egy cica? Nincs, csak szikla. Mit tud a cica? Azt hiszem, az támadó, ha jól emlékszem, ha az, az amire... Territóri úgy, hogy otthon bírod csak használni. Ja, akkor nem. Na jó, mindegy, megyek haza. Megnézem ezt a shopokat, hogy mi van. Jó. Na, én itthon vagyok. Lebontom, amit hoztunk. Ja, megyek én is, megjavít. Ja, sok minden van. Ja, mert előtte lebontottam, amikor bementünk a... Igen, én is azt csináltam. Benn az épületbe te is bontottál. Mm-hmm. És akkor most mit rajjuk el ide bele? Van egy izém, egy hárv szídem, ami craftingot ad, van a macim, meg van a cicám. Nem tudom. Én ezt a izét rakom bele. Drops flowers, high temperature, és ez mit tud? Living armor. Amit most szedtünk össze. Tudod, hogy legyőztük a boss-t? Ja, azt nem is néztem, tényleg. Mit kaptunk? Hát ez csak ez craftingokat járt, ha jól látom. De bent hagyom ezt. Miért van nyitva az a Wind Potion, ha jól látom, azt írja,
hogy shieldet kapsz, ami megvéd a végzetes támadástól egyszer. Tehát úgy, mint ahogy az előbb én lehaltam, ott nem halnék le, hanem a poti hagyná, hogy éljek. Na jó. Akkor inkább berakom a hódot, mert ez elég rosszul. Nekem ez így nem... Engem ez így nem zsenéroz. Engem sem. Biztos, hogy később lesz haszna. De jelenleg azt látom én is, hogy... Rakok be inkább mást. Ó, vannak kékek. Frankó. Na jó. Ennek a résznek jelen pillanatban itt a vége. Hussá véle. Azt mondja, hogy meg le kell pakoljak ezt-azt.